Valahol az amerikai tengerparton egy hívő katolikus hölgy Ajándék boltra bukkant, amely ezt a nevet viselte On Angels Wings, angyal szárnyakon. Kíváncsiságból bement, nehéz tömjén illat fogadta, és valami nyomasztó érzése a sötétségnek. Nem az a friss, légies atmoszféra, amit az angyalokkal asszociált volna. Megkérdezte a tulajdonost, honnan vette a bolt nevét. A férfi fekete homlokpántot viselt, kancsalított, és pislogás nélkül nézett a hölgy szemébe. Ijesztő volt. Ezt válaszolta, akkor találtam erre a névre, amikor elváltozott tudatállapotban voltam. A látogató fölismerte, hogy sötét szellemi manipulációk fellegvárába tévedt, és rémültem menekült. Mi az, hogy elváltozott tudatállapot? Normális állapotban tudatunkat a logikus gondolkodás kontrollálja. Ha alszunk, a logikus gondolkodás megpihen, racionálisan nem kontrollált asszociációk kergetik egymást ilyenkor agyunkban, s nem egyszer elfolytott tudattartalmak is a tudatküszöb fölé bukkannak, egy-egy álomban, amelyre ébren is vissza tudunk emlékezni. Hasonló racionálisan nem kontrollált állapotok előidézhetők manipulációkkal is. Hipnózissal, kábítószerrel, bizonyos meditációs módszerekkel. Ezekben a logikus elme kontrollja megszűnik, vagy talán inkább lecsökken. És bár nem vagyunk eszméletlenek, a tudatunkban lejátszódó események többé-kevésbé függetlenné válnak tőlünk. A tudat nem alszik ki, de a racionális gondolkodás nem ellenőrzi többé a tudattartalmakat. A részek badarságokat beszél, a kábítószeres azt képzeli lebegni tud, a meditáló olyan dolgokat lát, amelyeket testi szemével nem látna, és így tovább. Elváltozott a tudat állapotú. Az elváltozott tudatállapot tehát nem egyszerűen alvás, hanem az öntudatot többé-kevésbé megőrző állapot, amelyben azonban a logikus gondolkodás nem tud kontrollt gyakorolni, vagy nem tud teljes kontrollt gyakorolni a tudattartalmak fölött. Ilyen elváltozott tudatállapot példának okáért a félálom, amikor mondjuk elalvás közben egyrészt. Öntudatnál vagyunk és halljuk a külső neszeket, másrészt az agykéreg egy része már gátlás alá került, a tudat ellenőrzése lazulóban van és a tudatküszöbb környékéről spontán feltörő asszociációk már jelentkeznek egy-egy álomkép formájában. A texasi José Silva, aki 1999-ben, 85. évében halt meg arra a gondolatra jutott, hogy megfelelő módszerrel sokkal jobban ki lehet használni az agy logikán túli működését, mint azt az emberek általában teszik. Felfogását kombinálta azzal az egyideig divatos elmélettel, hogy míg az agy logikus működésért a bal agyfélteke felelős, az érzelmi, intuitív és kreatív működés az agy jobb hemiszférájának munkája. Az újabb kutatások fényében, bár van különbség a két agyfélteke működése között, ez inkább a működés stílusára vonatkozik. De mind a logikus, mind az intuitív tevékenységben mindkét félteke részt vesz. Mindkettő folyamatosan rászorul a másik munkájára. Így tehát Szilva állítása, hogy akik főképp agyuk féltekéjét használják, azok gyakrabban kapnak pszichoszomatikus betegségeket, hajlamosabbak a balesetekre, gyakrabban követnek el tévedéseket, és kevésbé sikeresek az életben, mint azok, akik a jobb féltekével gondolkodnak és a ballal cselekszenek, mára már értelmét veszítette. Az agyféltekékről szóló elmélet azonban nem a lényegét teszi Szilva álláspontjának. A lényeget akkor értjük meg, ha a kétféle tevékenység, a racionális gondolkodás és az intuitív-asszociatív gondolkodás különbségét tartjuk szem előtt, függetlenül most az agyféltekéktől. Szilva a félálomhoz közel álló, kreatív-intuitív állapotba kívánja helyezni az agyat miközben a tudatosságot azért megőrizve, mégis irányítani akarja az agytevékenységet. Innen a szilva módszer nálunk használatos elnevezése agykontroll. Amerikában most már inkább csak a szilva módszer kifejezés dívik. Szilva szerint a kreatív, intuitív állapotba amit ő alfa állapotnak nevez, tehát ebbe az alfa állapotba helyezett agy olyan teljesítményeket tud nyújtani, amelyekre normál tudatállapotunkban, amit ő béta állapotnak nevez, soha nem volnánk képesek. Az alfa és béta elnevezések az elektroenkelográffal kimutatható agyhullámok másodpercenkénti ciklus számával függenek össze amit röviden CPS-nek hívnak, ciklus per szekundum, CPS. 14 fölötti CPS esetén béta hullámokról beszélünk, 7 és 14 közötti CPS esetén pedig alfa hullámokról. Tudatos gondolkodás, koncentráció, valamint stressz idején az agy több béta hullámot bocsát ki. Ellazult állapotban, Félálomban, ábrándozás, koncentráció hiány idején több alfa hullámot bocsát ki magába. Szilva úgy gondolja, hogy az ellazuláskor fellépő alfa állapot során az emberi elmek kreatívabb. És arra alapozza módszerét, hogy ezt az elváltozott tudatállapotot meg kell tanulnunk bármikor előidézni és használni. Az eredmény, Javuló egészség, csökkenő stressz, érénkülő intuitív képesség és kreativitás, kapcsolataink javulása, jobb koncentráció, pozitívabb beállítottság, a szorongástól való megszabadulás lesz. Az alfa állapot előidézése autohipnotikus technikával történik. Hújj be a szemed, csukott szemhéjad mögött néz fölfelé 20 fokos szögben, majd körülbelül két másodperces időközökben számolj visszafelé 100 tól egyik, később már csak 50-től, 25-től, aztán 10-től, s legvégül csak 5-től kell visszafelé számolnod, a 20 fok pedig ki tudja, miért 45 fokra változik. Később kellő gyakorlás után már három ujjad összeillesztésével is elérheted az alfa állapotot. Ebben az állapotban tanulj meg egy vizualizációs technikát. Egy képzeletbeli képernyőre veti csoda valamilyen ismerős tárgyat, mondjuk egy almát ezt a passzív meditációt, Szilva meditációnak nevezi, ezt a passzív meditációt követi a dinamikus meditáció. Amikor kívánunk valamit, elképzeljük, hogy megvalósul, és valóban meg is történik. A taxi sofőrnek nincs kuncsapja, de dinamikusan meditál Szilva módszerével, Elképzeli, hogy jön egy férfi bőröndel a kezében, aki a Kennedy repülőtérre akar menni. És második próbálkozására csak ugyan jön egy bőröndös férfi, aki a Kennedy repülőtérre tart. Utána már gyerekjáték a következő bőröndös ember felidézése, természetesen útban a Kennedy repülőtérre, hogy tolonghattak a repülőtéren a bőröndös férfiak, akiket mind ugyanaz a gépkocsi vezető vizualizált oda. Ezzel az irónikus mondattal nem azt akarom jelezni, hogy tagadom a szilvaféle dinamikus meditáció működését. Magam is tudok eseteket, amikor működött. Csak az olvasóban önkéntelnül feltámadó kérdésnek adok hangot – az a tény, hogy én alfa szinten vagyok, elváltozott tudatállapotban, miért ok arra, hogy jöjjön egy férfi bőröndel vagy anélkül, aki az én taximmal akar utazni? Ha ugyanazt tudatos állapotban béta szinten csinálom, miért nem jön a kuncsaft? Honnan az agy alfa állapotának külső hatékonysága? A válasz, amit Szilvánál erre a kérdésre találunk, az agykontrollos technika segítségével Kapcsolatba kerültünk egy magasabb intelligenciával. Mi még várjunk egy kicsit annak megállapításával, hogy Szilva technikái miféle intelligenciákkal hoznak kapcsolatba. Minden esetre az agykontroll hihetetlen eredményeket ígér. Memóriánkat javíthatjuk, lefogyhatunk, leszokhatunk a dohányzásról, meggyógyulhatunk betegségeinkből, sorsjátékon nyerhetünk, és így tovább. Szilva megtanít, hogyan terjesszük ki érzékelésünket érzékszerveink határain túlra. Kivetíthetjük tudatunkat külső tárgyakba, növényekbe, sőt más emberek testébe. Ilyen formán diagnosztizálhatjuk betegségeiket, sőt gyógyíthatjuk is azokat. Nem kell félnünk, mert alfa szinten nem lehet ártani ez meglehetősen valószínűtlen állítás, de Szilva ragaszkodik hozzá, azzal indokolja, hogy aki dinamikusan dolgozik az alfa szinten, az a magasabb intelligenciával létesít összekötetést, már pedig a magasabb intelligencia nem akar ártani az embereknek. Ez a magasabb intelligencia, Szilva szerint, bár feltétlenül jó indulatú, nem azonos Istennel. és idézem Szilvát, Magasabb intelligencián én nem Istent értem. Nagybetűvel írom le a nevét, mert tisztelem. De számomra nem Isten. Én az intelligencia számtalan szintjének egy folyamát látom, ami az élettelen dolgoktól a növényeken és az állatokon keresztül, majd az emberen és a magasabb intelligencián át az Istenig tart. Olyan tudományos csatornákat találtam, ahol minden szinttel kommunikálni tudok, az élettelentől kezdve a magasabb intelligenciáig. Ellenőrzött körülmények között kísérleteket folytattam, és ismétlések során bizonyítottam azok eredményeit. Bárki, aki a könyvet olvassa, vagy részt vesz az agykontroll tanfolyamon, meg tudja ezeket ismételni. Ezt értem a tudományos szó alatt a többi csak elmélkedés és hit, de ez nem, idézetbe zárva. Mielőtt tovább mennénk, tegyünk néhány megjegyzést, hogy kellő összefüggésben szemlélhessük a tudományosságával kérkedő szerző teóriáit. Első megjegyzésünk az, hogy a tudomány egyáltalán nem támogatja Szilva módszerének alapját. Azt a tételt, hogy az emberi agy, Alfa állapotban kreatívabb, mint béta állapotban. Ellenkezőleg, amikor az agy a legnagyobb teljesítményeket nyújtja, túlnyomóan béta sugarakat bocsát ki. Amikor az alfa sugárzás túlnyomó, az agy bágyattan működik. Ha Szilva állításai tudományos hitelűek volnának, a kísérleti agykutatás magáévá tette volna azokat. Második megjegyzésünk. Szilva dinamikus meditációja, amelyel befolyásol távoli dolgokat, vagy éppenséggel eleven embereket, belenyúlva vasba, élőfába, emberi belegbe, és persze a Kennedy repülőtér forgalmába, ez a dinamikus meditáció a telepátia, extraszenzoriális percepció, szuggesztió és hasonló jelenségek, egy szóval a parapszichológia tartományába esik. Ez természettudományos szempontból fölöttébb, gyanús, kétes terület. Az egzaktság és reprodukálhatóság hiánya miatt a természettudomány szkeptikus az ilyen jelenségekkel szemben. Amennyiben Szilva magabiztos kijelentései igazak volnának, ez fordulatot hozott volna a parapszichológia tudományos értékelésében. De nem hozott. Szilvát az exakt tudomány nem veszi komolyan. Módszerét a sok divatos hókusz-pókusz egyikeként könyveli el. Ésszel élő ember számára már ez is elég figyelmeztetés. Harmadik megjegyzésünk. Szilvának az az állítása, amely szerint alfában nem lehet ártani, bizonyíthatatlan, felelőtlen és veszélyes. Mindennel lehet ártani, ha rosszul használjuk. Szilvánál ez nem is természettudományos állítás, hanem világnézeti tétel. Idézem, Szilvát: Ha meditatív szinten olyan intelligenciára akarnál hangolódni, amelyik valami gonosz tervben nyújt segítséget, akkor az aféle meddő próbálkozás lenne, mintha rádióddal nem létező adóállomás hullámhosszára próbálnál ráállni. Idézet bezárva. Más szóval, Szilva szerint nem léteznek gonosz szellemek. Nos, a keresztény hit szerint igenis léteznek gonosz szellemek. De ez világnézeti kérdés. Nem tudományos. Negyedik megjegyzésünk egy magasabb intelligencia létezése vagy nem létezése, továbbá Istennel való azonossága vagy nem azonossága, semmiképpen nem természettudományos kérdés. Szilva dicsekvése, hogy mindent tudományos szinten reprodukálhatóan bizonyított, ebben a kérdésben teljesen irreális. Ez a témakör a filozófiára és a hitre tartozik. A hivatalos magyar agykontroll weboldalon ezt olvassuk, idézem, az agykontroll nem vallás. Ateista ember ugyanúgy megtanulhatja elméje hatékonyabb használatát, mint az istenhívő. Ahogy világ nézetétől függetlenül, mindenki megtanulhat például úszni is. Idézet bezárva. Ezek szerint az agykontroll csak pszichológiai módszer, amelyel többek között hatékonyabban tudunk tanulni. Ezért pedagógusoknak és diákoknak is ajánlott. Sőt, mint olvassuk a weboldalon, pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált 40 pontot ér a négynapos agykontroll tanfolyam. Vagyis hivatalos szervek is, úgy kezelik a Szilva módszert, mint ami világnézetileg semleges és veszély nélkül használható. A parapszichológiai jelenségekre a weboldalon csak ennyi utalás történik, az agykontroll alkalmas, szó szerint idézem, a misztikusnak hitt, ám valójában természetes és hasznos intuíció, avagy megérző képesség, rendkívüli fokozására. Ez a bemutatkozás egy világnézetileg semleges homlokzat mögé rejti a szilva módszer vallási érdekeltségű vonásait. Létezik azonban egy másik, egy keresztény homlokzat is, amely hívőknek, papoknak, szerzeteseknek akarja bebizonyítani, hogy a szilva módszer voltak éppen a keresztény imádság hasznos technikája. Jézus, amikor szemét az égre emelte, alfába ment, mondotta egy keresztény agykontrollos előadó. Egy fültanútól hallotta. Számolás helyett pedig a mi atyánkot alkalmazta az alfa állapot elérésére. A keresztény interpretációt erősen szorgalmazza a hazánkban is többször járt Ferences szerzetes, Justin Billitz atya. Ő azt állítja, hogy Szilva véleményével ellentétben az agykontrollozók igenis magával Istennel kerülnek kapcsolatba, és így a módszer még a hit terjesztésére is szolgálhat. Valami nagy illetékességet azonban nem tulajdonítok Justin a keresztény hit dolgaiban, mint hogy a reinkarnációról úgy nyilatkozik, hogy az a halál utáni tisztulás egyik lehetősége, a tisztító tűz a másik, és tulajdonképpen nem lehet tudni, melyik az igaz. Ha valakinek ennyire keveset jelent a bibliai hit, amely szerint igenis egyszeri élet után ítéletre kerülünk, és nem fogunk még egyszer megszületni, ha valakinek ennyire semmit nem jelent a katolikus dogma, amely a tisztító tanítja, ha ennyire közömbösek ezek a dolgok neki, akkor az agykontroll és a keresztény hit viszonya tekintetében se várok tőle hiteles eligazítást. Tegyük föl most a kérdést, mi az agykontroll valójában a keresztény hit fényénél, akármelyik homlokzat mögött, egész széttekintve, és nem a homlokzatot. Válaszom teljes határozottsággal ez, az agykontroll mágikus technika. A mágia a numinózum manipulációja amint első előadásomban kifejtettem. Akár Istennek tartja valaki az agykontrollban felidézett erők forrását, akár nem, mindenképpen numinózumként kezeli, vallási értékként, hiszen szóval valami magasabb rendűt vár tőle. A kérdés is felmerül, hogy azonos-e Istennel? Szilva kimondottan beteljesülést és boldogságot vár a módszerétől. A módszer a Jézusi megváltás helyébe kerül, szilvánál semmiféle szerepet nem játszik, Jézus kereszthalála és föltámadása, szilva állítása, hogy mindez a természettudomány keretein belül történik, mint már láttuk egyszerűen nem igaz. Ahol pedig numinózummal állunk szemben, és azt manipulálni próbáljuk, a menny ajtaja bezárul, és gonosz szellemi hatalmak lépnek működésbe. Jézus nevének emlegetése ezen semmit nem változtat. Jézus neve nem mágikus formula. Ha hiteltelenül használjuk, annak semmiféle hatása nincsen. Az úr imája pedig imádság, és nem autohipnotikus technika, nem lehet a visszaszámlálás helyébe tenni. Figyeljünk meg egy további részletet az agykontroll anyagból. A meditálónak két tanácsadót kell segítségül hívnia. Hívhatnak élő vagy meghalt személyeket, az utóbbi halott idézés, amit kifejezetten tilt a szentírás. Tehát hívhatnak élő vagy meghalt személyeket, és ezek képzeletük vetítővásznán meg is jelennek, bár az nem biztos, hogy azokat kapják, akiket hívtak, vagy hogy ezek úgy viselkednek, ahogy elképzelik róluk egy agykontroll tanuló William Shakespeare-t és Sophia Laurent hívta meg tanácsadónak. Shakespeare nem egészen úgy nézett ki, ahogy elképzelte volna, de megjelentek, és most idézem, kezet fogtak, kedvességeket mondtak egymásnak, majd a homokra zuhantak, és hánykolódni, vergődni, hörögni és visitozni kezdtek, Idézet bezárva. E némileg meglepő viselkedés ellenére, így írja az illető, hasznos segítséget nyújtottak egy beteg diagnózisában. Kik ezek a tanácsadók? Az agykontrollos számára, mint Szilva mondja, nagyon valóságosnak tűnnek. Szilva mégse tudja megmondani, hogy kicsodák, idézem, talán csak a képzelet kitalációi, talán egy belső hang megtestesülései, talán ennél is többek idézetbe zárva. Szilva szerint, mint láttuk, nem léteznek démonok. A keresztény hit szerint léteznek. Mint hogy Isten angyalai nem viselkednek a fent leírt módon, van méltóságuk, amennyiben a tanácsadok valóságos személyek, csak gonosz lelkek lehetnek. Ismerek jó szándékú hívőket, akik nem ismerve az agykontroll lényegét részt vettek ilyen tanfolyamon, és amikor erre a lépésre került sor, Jézust és Máriát hívták segítségül. Jézus és Mária nem jelent meg. A hiteles numinózum nem manipulálható. Sokan számolnak be arról, hogy az agykontroll tanfolyam elvégzése után félelmet keltő jelenlétet éreznek szobájukban. Volt olyan, aki úgy érezte, hogy az ismeretlen személy folytogatja, mint az előző előadásban szerepel Monlőzan kapitányt. Egyikről a takaróját is rángatni kezdte. Gál Péter atya közöl egy névvel ellátott beszámolót, amelyben valaki először sikerrel gyógyította magát a könyvből elsajátított agykontroll segítségével, tehát működött, működhet, és nagyon jó viszonyban volt a szobájába látogató szellemmel. Most idézek az illető tanúvallomásából: Pat pat, kopogtató jelzéssel figyelmeztetett, hogy itt van, majd közeledett a fejemhez egy simogató sugár, és csak hamar körbevette egész testemet. Én illendően megköszöntem és hálálkodtam a szeretetéért. Idáig minden jó, de később a dolog elsötétült, folytatom az idézetet, ahogy teltek múltak a gyógyító éjszakák, egyre többet és többet szorongtam, sőt féltem, sokat sírtam, sírva szólongattam az atyát, Jézust és a szűzanyát. Rendre csak hajnalok hajnalán aludhattam el. Ekkor már éjjel-nappal a történtek foglalkoztattak. Eljutottam egy olyan pontra, amikor azt mondtam, nem akarom ezt csinálni tovább. Húztam, halasztottam a lefekvést. Bármilyen késői időpont ébren talált. Átmentem a másik szobába aludni, utánam jött. Szépen kértem, hagyjon el, mert nagyon félek, és nincs se éjjelem, se nappalom. Ekkor, másképp nem tudom megfogalmazni, úgy éreztem, kis kihúzta belőlem a lelket, szörnyű volt. Itt zárom be az idézetet. A bajba került asszony végül is plébánosához fordult, két pap imádkozott érte, életgyónást végzett, Szentáldozáshoz járult, és a zaklatások fokozatosan megszűntek. Nincs semmi kétség arról, hogy ezek démoni zaklatások voltak. Nincs semmi kétség arról, hogy milyen intelligenciákkal kerül kapcsolatba az agykontrollozó. Gonosz lelkekkel, démonokkal, perverz intelligenciákkal, bukott angyalokkal. A sötétség hatalmaival. Térjünk vissza oda, honnan kiindultunk, az elváltozott tudatállapothoz. Talán sikerül demonstrálni, hogy az elváltozott tudatállapot veszélyes. Nem agyunk teljesítő képességét fokozza fel, hanem védtelenné tesz bennünket a szellemi támadásokkal szemben. Péter első levele, 5. fejezet, 8. vers. Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán körül jár, keresve kitnyeljen el. Minden módszer rossz, legyen bármilyen ékes homlokzata, ha ajtót, ablakot kinyit a veszélyes ragadozók előtt.